este forrást, István. Jó, figyelj ide, hogy olvast. A tanulás első évei meghatározóak egy gyermek életében. Ekkor történik ugyanis az írás-olvasás és a számok elsajátítása, ezen felül pedig a tanárokkal és a gyermekekkel kialakított kapcsolat megalapozza azt, hogy a gyermek hogyan viszonyul a későbbiekben is a tanuláshoz. Városunk általános iskoláiban az elmúlt hetekben zajlott az első osztályosok beiratása, amikor is a szülők eldönthették, hogy gyermekük melyik iskolában kezdje meg tanulmányait. A többcélú nevelési oktatási intézménybe április 3-án, 4-én és 5-én 115-en iratták be gyermekeiket. Jelen pillanatban 115 első osztályos fogja kezdeni 2012. szeptember 1-én a többcélú nevelési oktatási intézményben az első osztályt, és nagy valószínűséggel a Petőfiben 2, a Kálvin téri általános iskolai tagintézményben 2, és a Peti telepen pedig egy osztály fog indulni. Természetesen nagy várakozással néztünk elébe. Én úgy értékelem, hogy az a létszám, amit mi terveztünk, az bejött. Én hiszem, hogy a többcélú nevelési oktatási intézményben folyó munka meggyőzte a szülőket arról, hogy érdemes hozzánk hozniuk a gyereküket. Az iskola választás során a szülők döntésében nagy mértékben közrejátszik, hogy a család lakóhelyéhez közeli intézménybe írassák a gyermeket, azonban a többcélú intézményben mindhárom tagintézmény más vonzerővel bír. Általában a körzetbe tartozó gyerekeket íratták abba a tagintézményben, ahova tartoznak. Ezen kívül nézték azt a lehetőséget, amit adott tagintézmény a gyermekük számára biztosít. Így például a Petőfi Sándor általános iskolai tagintézményben innovációként immár harmadik éve indítani fogjuk a két tannyelvű képzést, és az emelt óraszámú testnevelés, illetve a sportiskolai osztály képzése is folyamatában úgy hiszem, hogy jól és megfelelő színvonalon tud megvalósulni. A Kálvin téri általános iskolai tagintézménynek a specialitása az, hogy már első évfolyamtól emelt óraszámban tanulhatják a matematikát, hatodik évfolyamtól a fizikát, illetve lehetőség van az idegen nyelv magasabb óraszámban való tanulására. Ilyen specialitása a Peti telepi általános iskolai tagintézménynek nincs, viszont családias hangulatú csoportbontásban tanulják a magyart és a matematikát a nagyobb létszámú osztályokban, és lehetőség van újként a kézműves foglalkozásokban is nagy arányban részt venni. Hol van a második emelet? Hol van a képen? Így van, ez a második emelet, és a cél. Az Erős Lajos Református Általános Iskolában március 28-án, 29-én és 30-án történtek a beiratkozások. Az iskola vezetője szintén elégedett a 2012-13-as tanévtől bővülő gyermeklétszámmal. 31 beiratkozó tanulónk van, ebből 26 az, aki fogja kezdeni a 2012-2013-as tanévet. Ez a 20% a városban meglevő leendő első osztályos gyerekeknek, és erre mi nagyon büszkék vagyunk. Már vannak benn környező településről, Szerepről, Bihar-Nagybajomból gyermekeink. A beiratkozók közül is van jó néhány, akik Bihar-Nagybajomból érkezik, és várunk is még környező településekről gyermekeket. Az idei tanévet 5 évfolyamban 100 tanulóval kezdte meg az Erős Lajos Református Általános Iskola, és az eltelt hónapok alatt 6-tal gyarapodott a létszámuk, tudtuk meg Borsosné Lekvár Erikától. A következő tanévben pedig már egyel több évfolyam lesz az iskolában. Jelenleg 5 évfolyamunk van, nyilván a bejövő első osztályosokkal ez már 6-ra, és később természetesen felmenő rendszerben 8 évfolyammal működik az iskolánk. Bár első évesek vagyunk, de mindenképpen 8 évfolyamban indult el, 8 évfolyamra tervezve indult el az oktatás nálunk. Az intézményekben közös, hogy mind a tanításhoz szükséges felszerelés, mind a megfelelően képzett pedagógusok rendelkezésre állnak. A jelenlegi oktatáshoz természetesen rendelkezésünkre állnak a pedagógusok, és a beérkező osztálytól, osztályoktól függ az, hogy hány pedagógust vehetünk még föl. Az egyébként meglevő, azt kell, hogy mondjam, több tíz önéletrajz és pályázati anyagból választva, vagy esetleg
olyan már ismert kollégát választva, akinek a munkájával már eddig is elégedettek voltunk, mert hiszen itt nagyon magas szintű szakmai munka folyik, tapasztalt, jól felkészült pedagógusok vannak, és mindenképpen olyat várunk közénk is. Évek óta elmondom, most is csak meg tudom ismételni, büszke vagyok arra, hogy olyan kollégákkal dolgozhatok együtt, mint amilyenek a több célú nevelésoktatási intézményben nevelésoktatási feladatokat, illetve az ehhez kapcsolódó kisegítő munkát ellátják. Meggyőződésem, hogy hivatásuk magaslatán lévő olyan szakemberek, akiknek a háta mögött több tíz éves gyakorlat áll, és olyan szakemberek, akik hivatásuknak tartják a feladat ellátást, és ennek szellemében, ennek mértékében végzik mindennapi munkájukat. Nagy segítségünkre volt, hogy az elmúlt években több nyertes pályázata is volt Püspökladány város önkormányzatának, így például a TIO pályázat keretén belül informatikai eszközökkel tudtuk bővíteni, felújítani az intézmény eszközállományát, illetve a TAMOP pályázaton belül, ami még most is futó pályázat, olyan eszközöket, berendezési tárgyakat, szőnyeget, képeket tudtunk vásárolni, több tantermet tudtunk felújítani, amely biztosítja a gyermekek számára, hogy a 21. századnak megfelelően részesüljenek nevelésoktatásban. Mivel évről évre csökken a gyermeklétszám a városban, a beiratkozandó gyerekek száma is mindig egyre kevesebb. Idén tankötelesként általános iskolába az eredeti felmérés szerint közel 140-en kezdhetik meg tanulmányaikat, és 4 iskola közül választhatnak. Közülük 115-en választották az önkormányzati iskolák valamelyikét, és 26-an kezdik meg az első osztályt a református iskolában.